54-es Charlotte. Az Esterházy SC női kézilabdázói az NB1-B-s bajnokság legutóbbi fordulójában az újonc Hajdúnánás otthonában vendégeskedtek. Farkas József csapata jól kezdte a találkozót, és a 20. percig fokozatosan növelte előnyét, ekkor 15-9-re vezettek, Fodori vették. Az első játéktész hajrájában kétszer is emberelőnybe kerültek a hazaiak, ezt pedig jól használták ki, és a szünetig 2 gólra zárkóztak föl. A második félidő ott folytatódott, ahol az előző abban maradt. 18-18-nál egyelő volt a mérkőzés állása. A következő percek a hibákról szóltak, és a 39. minutumban 20-19-nél a meccsen először, de egyúttal utoljára is átvette a vezetést a hajdúnálási csapat. Az egriek újítani tudtak, ám a továbbiakban is szoros maradt az állás, a hazaiak többször egyenlítettek. A mérkőzés hajráját jobban bírta az Esterházy, amely Iván találataival egészen 4 gólig növelte előnyét, és végül 32-28-ra győzött. Az egriek szombaton a Ferencváros U19-es csapatát fogadják.